Bányász lámpában gazdag jó estét kívánok, szevasz fifika! Szervusz Charlie, én pedig vízbeömlés mentes napot kívánok mindenkinek! Mert hogy itt leszakadt az ég, amúgy. Te nem kicsit, tehát így a, a tóta, amikor már nem a csatorna kifolyóni jön a víz, hanem így a tetején. <laughs> én, én, is ebben reménykedtem tegnap, mert ahogy jöttem haza, jött a világ vége, és ahogy jövök hazafelé, és látom, hogy a világ vége az totál szembe van velem, és tudod, mikor úgy, úgy látod, hogy fény van jobbra, fény van balra, középen meg, ahogy a leér a felhő, és így zúdul, hát gondolom, hogy zúdul, meg kurva messze van, de egy ilyen, egy ilyen, nagy tölcsért látsz lefele, hogy, hogy ott ömlik az eső, világvége van. Na hát ez, ez így pont elment a Duna és a, 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 budai oldalon, és meg sem közelítette a mi lakóvezetünket, csak délelőtt egy kicsit úgy, hogy... Úgyhogy mondjuk az pont annyira elég volt, hogy a füvet meglocsolja, de hát Körülbelül ennyi volt nálunk a, a zuhi. Ez körülbelül olyan stílusba adtad elő, ezt a... Szembe volt velem a világvégét, mint a todig És kijöntöttem a meleg sört a kocsmapadlóra, kiléptem, és szembe jön velem. Jézus! Jaj! Ez, nem. ez kb. ez a a feeling volt. Mi történt veled? Charlie. hallod? Hú, azért. Bocsánat, azért ránsítok, mert ez az első szabad napom már régóta megint, mert tudod, most ö, ö, szabadságolási hullám van, és, és tényleg ez a négy-öt nap meló egy héten azért az, aki nem értené, nem négyszer, ötször, nyolc órát dolgozom egy nap, vagy egy héten, hanem a 12 órás munkanapokkal szorozza meg azt a 4 5 -öt, és akkor úgy már annyira nem vidáma a játék. Úgyhogy már ez, ez tart körülbelül, mióta hazajöttem a Szabiból, ugye? Akkor, akkor ez elindult, ez a ras és, és, azóta tart meg még egy pár hétig, úgyhogy most nem annyira vidám. Ú, tudod, mikor reggel arra kell, már kezdek abba a korba belépni, hogy, hogy nem azért kelsz, mert csicsereg a madár, nem azért kelsz, mert besüt a nap, hanem azért kelsz, mert vizelned kell. Igen, igen. Vagy görcsöl a lábad. Ú, uh, az a legszara. Mondjuk azt magnéziummal kompenzálom, ha úgy adódik, de tudod, utána már nem olyan visszafeküdni. Na, tehát fél kilenckor, fél kilenckor felé tehát ja. ez a gáz érted, amikor hajnal nem a farkad áll, hanem azon gondolkozó, hogy máma milyen üzületi gyógyszert kéne beszedni a kurva életben, mert alig bírok megmozdulni. Igen. Ez a gáz. Ez történt, aztán örülök neki, hogy, hogy a, a Patreonok kart-karba póverkednek, hogy ilyen hülyeséget is bedobjak így az adásba, hogy power, hát hogy lett póverkedni, na mindegy. Szóval erő, elég erősen megnyomták. Hát tudod, ez a mint a, az Ossián dalban a egyre többen lesznek, tehát ez az elhagynak százak, de jönnek ezrek, ez nem igaz ránk sajnos. De, <laughs> ez, igen, igen, de visszatértek régi arcok, akik egyébként azt mondták, hogy nem akarják, hogy, hogy nevüket említsük, ők nem azért csinálják de, de hogy visszatérnek. Ha emlékszel arra, akivel egyszer Skype-on beszéltünk, akkor ő az, aki nem Magyarországon van egyébként, hanem Németországban. Úgyhogy, úgyhogy ez van, és lázasan keresem, kutatom, hogy hogy tudnánk azt megvalósítani, tudod, amiről beszéltünk, hogy átköltözzünk egy podcast szolgáltatóhoz, vagy mi a túró, de hát még ezt, a, ezt az első, és most ugye ezért vagyunk szarba, mert partunk és kormányunknak hála borzasztó jó a forint árfolyama. Most egy picit magához tér, de, de hát. Ajaj, előtte meg nagyon gata volt, és, és és csak a szenvedés megy minden tekintetbe, és így ugye ezt az árat is megnyomja, aztán át kell gondolnunk, hogy, hogy mit, hogy az, ezt a crowdfunding dolgot, ezt, ezt ki kéne dolgozzuk, csak én így adásba, hogy ilyen unalmas témáról ötleteljünk, de, de, valami legyen, illetve azon gondolkoztam, és ezt már nagyon régóta nézem, meg, meg, meg elemzem magamba az adatokat, hogy, hogy mennyire van értelme a YouTube-nak, mert hogy nem pont azért, mert tudod, megint faragtak valamit az algoritmuson, és föl nem ajánl minket, mivel ugye ilyen pseudo videó, tehát a kép az egy álló kép, ezért a, a megtekintéseket ugye akkor dobja előre, ha olyan tartalom van, ami hirdetők számára érdekes, az más hát tudom, esetleg a néánkatott hang nélkül föltehetnénk. Mm, valószínű, ja. <kül> és, és ezért alacsonyak a YouTube száma, és nem tudom, hogy van-e van -e értelme annak, hogy, hogy azon a platformon toljuk, amikor, amikor, le lehet tölteni innen, onnan, amonnan. Azt múltkor elfelejtettem mondani az adásban, hogy lehet, hogy nem felejtettem el mondani, hogy be fogjuk akkor most rakni, hogy e, ugye eddig androidos usereknek patkolni kellett, hogy hogy, hogy, hogy ilyen overcast kliens, meg olyan anyám tudja, milyen kliens. Hála Istennek egy-két hete elindult, de azt ki is raktuk mi is, nem tudom, látta, de hogy a Google is elindította a saját uh, pod podcast alkalmazását, vagy nem is tudom, hogy hogy mondjam, és uh, tökéletesen és minden probléma nélkül fölnyalta az eddigi uh, feed tartalmunkat, tehát ott is uh, lehet hallgatni. Valaki mondta is, hogy, hogy is mondta, hogy jobb, mint a Patreon, de hát a kettőnek nagyon nincs köze egymáshoz, hogy az igen, hát nem arra van kiegyezve, hogy egy videó, vagy hanglejátszás platform legyen. Az Overcast ugye szerintem annyiból még mindig jobb, hogy ott ezeket az üres, nyökögéses részeket automatikusan mondjuk ki lehet venni, ha úgy gondolja az ember, de ilyen szempontból meg a Google talán kényelmesebb, hogy ott van egy karnyújtásnyira, és, és egyből, egyből tudja a telefon, tehát nem az, az biztos karban van tartva az az applikáció. Úgyhogy azt broadcastoltam így nagy hirtelen. Mellesleg én előfizetés, nem, de előfizetéses, és már évidíjas podcast lejátszót használok. Pontosan azért, hogy minden podcast tartalmat lássak, ami megjelenik az éterben. Illetve még egy dolog történt, nem tudom én mi a megfontolásból megint elkezdtem nem szipúzni, fejembe volt nagyon erősen, mert most is toltam még egy utolsó csatát. Honfoglalózni, honfoglalózni, barátom. Nem mondod. De. Ha pont egy hete kezdtem el én is. Ó, mi a neved? Hát mi lenne? Fifika. Ó, ez meglepett. Az enyém az már foglalt volt, úgyhogy... Úgy, hogy, úgy hogy de lehet, hogy Fifika 62, de... De már így a családban csináltunk ilyen közös, tudod? Pont hárman vagyunk, akik honfoglalóznak. Két gyerekem, és akkor csináltunk ilyen honfoglaló viadalt. Honfoglaló Jó túrna szerintem zsírozza az agyadat, nem? Uh, igen. Ledöbbentettek egyébként a kérdésekre adott válaszok. Lehet, hogy már túl későn voltam, vagy vagy túl korán, vagy nem tudom, hogy akkor nagyon fiatalok voltak, de tudod, ez egy tanulmány azért, amikor, amikor azt mondják, hogy mi a víz egy jele, és ketten bejelölik a H2 BO3-at. Milyen megfontolásból? Te tudod, mi az, baz meg? Tehát ott volt, H2, bazd meg Nem, Sz szóval, á, valami nincs rendben, nincs rendben a fejekben. Azt Olyan... néztem én is egyébként, hogy, oké, okay, tehát évszámokban én se vagyok otthon, de az így legalább a századot be tudom lőni bármilyen eseményhez, és akkor úgy nagyjából, mondjuk nekem ez a kurva, kurva számnyomkodással van mindig bajom, tehát volt olyan, hogy időre nem tudtam beírni a 2020-et, 220-at írtam, tehát biztos, hogy ott is néztek nagyot, hogy na ez a hülye, mit írt be. Ó, én akkor kaptam fel az agyam, mikor kijött a kérdés, tudtam, hogy 1968, gyorsan beütöm telefonon, ugye, gyorsan beütöm, dír, elküldöm, 4968. A kurva úristen, verje meg, basz meg. És a másik kettőt lövésük nem volt, és pont egy ismerősöt csináltam, és valahogy szóba került, hogy honnan tudom én ezeket, a tudod, ez, a, ez a, az átkosban, amik voltak, mit tudom is én, hogy törőcsik Mari, mikor született, meg melyik színházban játszik ez, vagy az, és akkor, ja, hogy te már olyan öreg vagy. Ja, mondom, kösz, rohadj Meg figyelj, azt ne felejtsd el, hogy, hogy azért csodálkozol ennyire, mert hát nyilván kezdőkkel vagy összerakva, tehát nem a a közé sorolnak be egyből. Az mindegy, mert amikor te kezdő voltál, akkor is tudtad, hogy mikor volt a Segesvári csata. Vagy akkor is tudtad, hogy mikor volt a csaus eszki. mikor lőtt kiegyezés, Na, mondjuk. Na. Ha, hallod? Jaj, igen. Hány szomszédos országa van Magyarországnak? Tehát azért ez nem bonyolult, baz meg. Így elkezdett föntről prrr, körbe Kész. Beírja 14, a másik beírja, hogy 3. 3. Hogy? Hogy baz meg? Ez, hogy 30 hát, akart. Ez egy trigonometrikus társadalom, Charlie. ú, Ennyi. igen, igen, az volt a másik kedvencem. Ha van egy ö, szabványos ö, 18 szögünk, a külső szögeinek az összege mennyi, és írtak be olyan számokat, bazd meg. 18 ezer. 260 ez. Hát hogy, hogy baszik, ezek így, kimaradtak a matekból, vagy a trigonometriából, vagy. vagy hogy, hol voltatok, ti bazd meg? Na mindegy. Na hát ilyenekkel vagyok körbe körbevéve, úgyhogy most, hogyha van egy üres 10 percem, mondjuk leülök a budira, akkor ez nyomogatom. Csak okay. Le kell lenni a hangerőt, hogy ne menjen tudod az a trombitálás, hogy ezért a jelöljében Ja. Mert én ugye nem, nem tudom a te klán nevedet, hát... Ó, ja, hogy te ilyeneket, hát én ma léptem be valami klánba, de fingom se tudom, nem tudom, hogy, hogy mi volt az, vagy csak úgy, hogy legyen már valami, hát ha ezért adnak pontot. Úgyhogy ennyi, ennyi. Hány Nobel-díjat kapott Küri? Már hogy Mari Küri. És, ilyen ilyeneket így benyomják, tudod, mintha hogy csak foci meccs lenne, hogy hé! Nobel? Igen, meg. igen, a Titanikkal együtt kapta meg, ha jól emlékszem. Igen. Igen, annyit ahány hajszál a maradt a végén. Na hát ilyen, ilyen, unalmas a hetem. De tulajdonképp örülhetnék is neki, hogy ilyen szaridő van, mert szaridő van azért, hogy kurvára kifogtam a nyaralással, mert tudod, ahogy visszajöttünk Varsóból, elmentünk nyaralni, visszajöttünk, és utána lett szaridő, és addig tök jó idő volt. Úgyhogy... Hát uh, ezt azért nem, nem osztanám, mert ugye te elmentél Varsóba, én meg kimentem uh, Csikba, és ott így egyik reggel egy fokra ébredtem. Tehát, hogy na... Hát de azt mondom, hogy utána, hát Varsó után hazajöttünk, és utána romlott el az idő. Nekem még akkor jó idő volt a tengerpart mellett. Úgyhogy, úgyhogy körülbelül ennyi. Neked mi volt a heti? Ú, nekem de a azt hetem mondtad, az... Hogy egy hétig beszélni. Szerda, igen, szerdától szerdáig az történt, egyrészt befejeztük a, ez már nagyon régi Uh, etap volt, és pont a tettünk a végére a beléptető rendszer a céghez, mert uh, tehát csak mágneskártyával lehet kibejárkálni, ez már borzasztóan id idegesített, hogy bárki be tud jönni egy steril helyre, gumicsizmába annélkül, hogy, uh, hogy uh, érezné ennek a súlyát, vagy nem. Most nem, ezt nem elképzeltem, nem. ahogy bemegy a szomszéd faluból a steril helyre a Pista bácsi, hogy lellett a tehém, meg egy kicsit a tőnye begyullad, jöjjön bárki Zoltán! És így te meg így oké, okay, hogy gumicsizma, de fekete és tr trágyás, bazd meg! Na úgyhogy, hál' Istennek tényleg up to date most már az egész hely, kamerákkal minden az ég a világon. Természetesen netről tudom nézni, hogyha hogyan sürgölődnek, forgolódnak. Ez volt az egyik, ami, ami borzasztóan feszített. A másik meg, hogy pénteken jöttem haza, és még soha nem történt ilyen velem, eltévedtem. Tehát így dévánál lejöttem az autópályáról, van egy elterelés, nem fordultam le ott, ahol le kellett volna, a Navi levitt egy, egy útra, és én nem tudtam, hogy csak azért visz fel a hegy tetejére, hogy a végén Visszafordítson. Opa, érted? Azimeg. Na most ez még nem lett volna baj, észleltem, hogy, hogy láttam tudod, a térképen, hogy oppot vissza fog fordítani, Bakker, tehát nem át vissza a párhuzamos útra, ami mennem kéne, hanem hogy visszafordít. És akkor érted? Megfordultam ott egy ilyen nem is tudom, ilyen földútnál, csorgok lefelé a kocsival, egy büdös nagyot csattant valami, és így leállt minden. Szétszakadt a kuplungom. Mindez egy ilyen földbe vájt kunyhó mellett. Tehát nem, nem kamuzok, az ablak 20 centire volt a fűtől, a, ami egyébként le volt vágva. Tehát azt az Ez most az ki... a, a amivel mi mentünk? Igen, 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 igen. Ő, vasz, meg de jókor csaptam te. <laughs> és hát persze, tudod, azonnal izé, hozzé telefonálsz minden, aradon van egy munkapontunk, akkor onnan próbáltak intézni trélert, és akkor déváról kijött egy tréler egy ilyen két és fél órával a történtek után, de ebből a kunyhóból kijött egy aránylag ami én, nálam egy tíz éve idősebb fickó, vékony volt, mint a, a nátszál. tiszta, olyan zsíros nadrágba volt, érted, hogy a, a Vakított, nadrág az így megállt meg volna, amikor leteszed, érted, meg egy hasonló ing volt rajta, de egy, egy rettentő, kedves úriember volt, és kettős fél órán keresztül románul beszélt hozzám. Tehát, hogy ő a, az valahogy úgy gondolta, így, hogy. Sz meg. Szegény ember, érted, itt ragadt, akkor most szórakoztatjuk. Nem érdekes, hogy nem értek egy kukkot se belőle. Igen, én az olaszoknál voltam itt talán két éve, mikor szállásadóhoz mentünk, öregasszony, és beszéltünk az angolul. For forgatta ugye a fejét, hogy ne, elkezd olaszul, és mondjuk, hogy, 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 hogy nem beszélünk olaszul. Jó, akkor elkezdek lassabban ugyanúgy olaszul beszélni. Mondom, alma. Hát az <laughs> egész ti nem hiszem el. igen. Na és akkor volt egy, volt egy pár szó, amit azért románból rám ragadt, de akkor hozta a fényképeket, és akkor így, tudod így abszolút leesett az állam, mert hogy ez a fickó egy, egy nyugdíjas ortodox pap volt, a szomszéd falunak a pópája, és hát elég sanyarú körülmények között lakott ott. Mondta is, hogy ó, hát rá szokták mondani, hogy cigány, ezért a, a kis házér, ami ott van, de amúgy tiptop volt, tehát így ki volt veszelve, meg tehát nem, nem egy ilyen összedüledező, valami csak ilyen furcsa román építmény, vagy egy kis házikó, és fölíratta a telefonszámát, hívjam, ha legközelebb jövök, sállala, sellele és képzeld el, hogy a, a kipróbáltam a Google-nek a fordítóját, de úgy, hogy beszélgetés üzemmódba. És baromi jól működött. Érted? Tudod, csak a végén. Mondja? Csak a végén ő már, amikor hallotta, hogy neki kéne beszélni, akkor abba hagyta. Uh -huh. Tehát így, így abszolút idegenkedett az egésztől, és Egyszer elbírtam kapni a fordítóval, amit mondott, hogy ez csak egy gép, és ő ezt nem szereti. Érted? De egyébként, amit odáig beszéltünk, az nagyon lement. Tehát... Figy figyelj már, amit beszéltünk egyszer, hogy talán a blacklistben láttuk azt a fordítót, tudod, mikor beült a kocsiba a kínai nő, és. Igen, igen. Láttam a gírbeztem. De, De, ugyanezt a tucat láttam gírvesztet. <laughs> gyakorlatilag szerintem ez, <coughs> amikor ezt mondják, hogy ugye ez az prompt online, hogy a fület berakod és, és, így fordít, ez gyakorlatilag tökre ugyanaz, mint amit így használsz, a Google-nek az apiát használja, és a telefonoddal Bluetooth-on, vagy akárhogy összekapcsolódik, és küldi ugyanúgy, a, tudod, te is be tudsz diktálni szavakat, amit ő lefordít, és szerintem ugyanezt csinálja. De lehet lehet kapni, láttam. Illetve mit láttam neked ma, Gírvesztem, mi jött velem szembe? A, az icos a klónja. Nem tudom, láttad-e? Az a görve. Ahogy, igen, a Gírvesztem csak tokot láttam. Nem? nem, nem, ez maga a készülék. Nem úgy nyitott ki, hanem olyasmi, mint a. Mond már nem az Aykosz, agló, tehát hogy, hogy föntről csak bedugod, nem ez a kinyitogatós, de. Ja, és a... úgy néz ki, mint egy, mint egy EGO, csak kúpos nem, a vége. Nem, ugyanúgy néz ki, mint az ájkoszod csak. Várjál, nem, ugyanúgy néz ki, mint az Aykoszodnak a töltője. Csak nem Igen, ki a tetejét, és fönt dugod aha. be. É, és mindezt 20 dollár alatti áron. Nem az a baj, szerintem látni már, nem, egy láttam, hanem én kétféle klónt is vettem még tavaly Dortmundba. És mind a kettőnek az, az volt a baja, hogy csak egy ilyen szögszerű cucc jött ki a közepéből. Tehát nem egy lemez melegítette a, a zájkozba a cuccot, hanem egy ilyen pici, mondom, egy ilyen szögvastasságú valami. Kicsi a felület, aha. igen, igen. Ja. Tehát ez, a, ez az egy baj van uh, vele. Na, ki fogják ja. ezek szerintem azért uh, uh -huh. találni a csíziót rá? Na úgy a harmadik élményemről meg majd adás közben beszélünk, mert az meg a, a párásítóban kialakult vita a blossz uh, aromákról. Ugye? Ö, igen, igen, talán emlékszem. Talán emlékszel. De, de akkor csapjunk is a lecsóba. lecsóba. Én rögtön egy olyan bejegyzéssel kezdeném, amit az egyik lelkes, rendszeres olvasónk, hallgatónk, mindenünk ö, osztott meg privátban. Nem szeretem az ilyet. Ismerősök vagyunk, nagyon jó barátok, de... Ezt szeretem mindig, hogyha bekerül egyébként oda a vénájába a párásítónak, ha lehet így fogalmazni, mert akkor lehet előgondolkodni az adás előtt. Na mindegy. Szóval ez egy, ez egy Twitter-bejegyzés, by the way, és másról sem szól, mint hogy arról, hogy Cardiffban kültéren is megvan tiltva a dohány. Zás helyettesítésére szolgáló elektromos cigarettázás. Tehát ott van a táblán, hogy No Smoking or Vaping in this area. Az Tudom, a... már ezt akartam betenni. Én levélbe kaptam, meg ugye regisztráltunk a, az angol, vagy Angliában is regisztráltunk, és küldtek egy ilyen levelet ugyanezzel a tartalommal. Az a, nagy baj, az a nagy baj van ezzel, hogy már nem a képpel, már az tök jó, hogy valaki lefényképezte, hogy olyan hülye a szituáció, nem, nem ismerem, hogy milyen ott ez a, ez, a, ez a vasútállomás, ha jól olvasom, ez a Cardiff Central Station, hogy azért nem lehet kültéren se dohányozni, se vépelni, mert ez a, az állomásnak, tehát olyan, mintha átmennél egy épületen, és aztán szabadtéren vagy ugyan, de az már az állomás része, mint hogyha ballagnál a peronon mondjuk a keletinél, a külső peronoknál, tehát nem fedett, de mégis az állomáshoz tartozik. De nem lehet ott sem. És egyre több ilyen táblával lehet találkozni, amiben kategórikusan bevonják a cigaretta mellé, ez sem lehet. Várjál, Bocs bocsáss bocsánat meg közben, hogy itt van még, van még itt több kép. Bocsáss meg, összekevertem. Igen. Tehát én nem ezt kaptam meg uh, nyilvánvalóan uh, az angol uh, előgondolkodóktól, hanem ami szintén szerintem a, a Facebook csoportunkba. Uh, valahol fölmerült, hanem azt a témát, hogy a, a squank az uh, nem használható Igen. eszköz. Mm. Tehát én, én én arról kaptam egy ilyen uh, elég hosszan kifejtős levelet, de az is lehet, hogy azt csak egymás közt osztottuk meg. Uh, hát ha van rá mód, akkor én a, nagyon szívesen uh, köznyilvánossá teszem ezt a, az anyagot, mert uh, mert szerintem érdekes. Nem, a... ott a, az Squonknál, ott az volt a történet, hogy az a történet, hogy ugye amikor beszélgetünk a kiegészítőkről, és hogy a, te veszel, vagy a készletben benne van az, a, 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 a az a palack, amiben a likvid kerül. És erről van szó, hogy ha te azt mondod, hogy, hogy Squonkerhez battle, akkor az már pedig ugyanolyan besorolás alá esik, mint hogyha cigaretta lenne, vagy dohánytermék, vagy, vagy... De hát az üres, a, jó, a jó Isten áldjon meg igen, benneteket. és akkor <coughs> erre jött a megoldás, hogy hát külön kell csomagolni, külön kell értékesíteni, nem azt kell rájönni, hogy szkonker palack, hanem hogy palack. És de a kedves hallgatók, remélem érzitek, hogy mennyire, mennyire elbaszott történet, hogy, <coughs> hogy igen. És akkor tudod, ők azt mondják, hogy mi mindent megtettünk, mert... Várj, várj, mert, mert, mert tehát ők nem, nem is azon akadtak fönn, hanem azt, hogy tulajdonképpen az a tartája a készüléknek. És ugye az nem lehet kettő millinél nagyobb. Igen, tehát... igen és hogy ehhez még utána majd csinálnak ezeket az egyből eldobós szűkítő betéteket, amit beleraksz, és két milli lesz, és... Uh -huh. Na mindegy, ez, ez egy baromi ö, érdekes ö, dolog. Szerintem ö, Európában még, még erre rá se repültek. Tehát lehet, hogy nem is hallották ezt, hogy szkvank, azt si tudják, mi azért. Mi a szappantartó, vagy ezért mosogató folyadék, vagy mi, mi, mi az a szkvank? Jaj. Szóval ezek azért az, 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 lehet, hogy így viccesnek hangzanak, de azért de annyira híromas. annyira nem, nem vicces, mint a Magyarország gyűlési vita jegyzőkönyve. <hül> tudod, mi a, igen, mielőtt elkezdünk beszélgetni erről, hogy az a legviccesebb az egészben, hogy hát nem is vicces, hanem olyan szórakoztató ezt így olvasni, tudod, mikor beszél két-három ember egymással, és ennek az átirata, köszönöm szépen állam titkárasszony, tisztelt országgyűlés, tájékoztatom Igen, önöket, Igen. hogy a határozathozatalokra hozatalokra, holnapi ülésnapon kerül sor, zseniális, zseniális kicsit hunyorít az ember látja magát a padok között mint ahogy mi is ott voltunk mújóval <kül> úgyhogy ez, ez teljesen publikus, 182. ülésnap hmm. 2016, 11. hóhét, de érdemes elolvasni. Többek között azért is, mert minden olyan finnyogó embernek, aki, aki azt mondta, gondolta, és és propagálta a közösségekbe, hogy nem tettünk semmit. Azért fölhívnám a figyelmét, hogy ott éppen három ilyen pontról esik szó, ugye az ízesítés kivonásáról, a jövedékiadó 77 forintra való emeléséről, és talán a nikotinmentes likvidek jövedékéről, vagy nem, nem tudom, a szolgáltatási díjáról és hogy, hogy pontosan a mi segítségünk, ez sikerült ebbe a vitába valahogy nem is tudom megvilágosítani a, a tisztelt döntéshozók agyában és hát ezek így, így, elmaradtak hála annak a jó Istennek. Egy bekezdést, a kiemelhetnék belőle. Légy szíves, mert épp kérni akartalak, olyan szépen megtaláltad azt a kurva jó részt. Dr. Lukács László György volt egyébként a Törvényalkotási Bizottság kisebbségi véleményének ismertetője, aki, és ez le, tehát zseniál, leírva a parlamentben. Végső soron azt lehetne mondani, abban megállapodhatunk, hogy egy kicsit a minisztérium álláspontja hasonlít arra, ami a mai világban elég gyakori a bulvár médiában, és ezt javaslom önöknek is, hogy keressenek, nyilvánvaló, ha tudományos cikkeket nem osztják meg, a, vagy a mi véleményünket ebben nem osztják, keressenek egy jobbfajta riposztos áltudományos cikket, osztassák meg Sóbert Norbertal, és aztán talán az egész közvélemény el fogja fogadni, hogy önöknek van igaza. A tények ezzel szöges ellentétben állnak. Köszönöm szépen. Tapsa jobbik soraiban. Leírva persze a Erre jött az elnök, aztán erre jött a csepregi, és az elnök ugye a, az államtitkár urat kérdezte, hogy akar -e most jelezni valamit? A mondat vége az volt, hogy További módosító javaslatok beérkezésére számítunk, ezért kérjük a vita elhalasztását, bocsánat, a szavazás elhalasztását köszönöm, elnök. Én köszönöm, hogy kiavította magát, mert így az életem könnyebb, hiszen elfogadott napirendje van az országgyűlésnek, így tárgyalást elhalasztani nem tudunk. Hogy a szavazás elhalasztására milyen mód van, azt nyilván a holnapi napig eldöntik. A házszabály megfelelő keretet biztosít ehhez, de a tárgyalást le kell folytatni. <gül> <gül> Nagyon jó volt, nagyon jó volt. És akkor utána még Száva István is ö, felszólalt, ö, és egy picit meg is lepte az egész ö, hozzáállása az államtitkárságnak, mert ugye azt mondja, hogy államtitkár úr, nagy örömmel hallottam az előző bejelentést, úgyhogy picit gyorsan át is kell fejben gondolnom, hogy mit szerettem volna most hozzászólni azzal kapcsolatban, hogy ezt a szavazást most elhalasztják. <laughs> Jaj, Érdemes, érdemes. Benne van az összes a, az ízesítéses ö, ö, kálvária, hogy ugye azt mondja az emmi, hogy nem lehet benne ízesítés, aztán azt mondták, hogy ö, hogy ö, minden ízesítésre kiszabják, tehát ízesít, ízenként szabják ki a, a, a terheket, és ugye a 475-öt ezzel is szembeállították őket, ö, és az összes többire. Tehát a, a hogy mondjam neked ezt, vagy azoknak, akik hallgatnak, tudod, amiről sokszor beszéltünk, ez a, ez a szamizdatta alakulás, ez a um, termékkínálat beszűkülése, ez mind meg lett itt említve. Így, um, van, így van. van, Tehát még, még, mielőtt a törvény hatályba lépett volna, és uh, félreértés egy pillanatig nem, nem állítjuk, hogy ez most egy eszméletlen jó helyzet, mert baromira nem, nem uh, nem jó helyzet. Ha valaki ezt végolvas, akkor ugye ott még javasoltattuk a szakboltok visszaállítását, mert hogy hogy ez, ez borzasztó módon vissza fog ezért esni a forgalom, és ugye ebből kifolyólag az állami bevétel is. És, és, és még. Nem tudom, számtalan aspektusa volt ennek a, a, az egész dolognak, de ha ha az valósul meg, amit uh, eredetileg terveztek, és uh, és uh, nem tudjuk ezt ilyenfajta uh, befolyással ettől eltéríteni a törvényhozást, akkor itt ma Magyarországon semmit nem lehetne kapni, illetve amit kapnál, azért nem mennél be a, a trafikba. A meleg levegőt. Hát nagyjából igen, nagyjából igen. Tehát ö, ö, azt gondolom, hogy minden jóslat egyébként áll, tehát a fekete piactól kezdve a, a, az, az egyéb ö, ö, dolgokig. Bocsánat, hogy közbeszólok, illetve erre ráfűzve, ugye ez egy 2016-os felszólalás, érdekes végigolvasni, és visszagondolni az utolsó másfél évünkre, hogy mi valósult meg ebből a vízióból, amit ők mondtak, és hogy amiket mi mondtunk akkor, ugye, hogy mihez fog ez vezetni, és annyira bejött megint, amit mondtunk, hogy az már fizikai fájdalmat okoz. Nem? Így van. De, ugye? Na, megint. De. Így megint. beszéltem, végig igazam volt. <laughs> Egyrészt, másrészt pedig tehát én csodálkoztam el a legjobban, hogy volt olyan ismerősöm, aki, aki én adtam még annak idején likvidet, meg ez, és úgy lemorzsolódott, és így magam eldöntöttem, ám mondom, biztos visszaszokott a cigarettára, és most összefutottam vele, és kérdezem, hogy na mi van, szívod, mégis elővett egy, egy eszpályert, mondta, hogy Pers, persze, persze, és mondom, honnan szerzd a likvidet? És megmondta Kopra, hogy honnan rendeli, fél literes kiszerelésbe bakker uh, 990 forintos postadíjat, tehát az tuti, hogy nem külföldön nem, hát. adják föl, <hő> és minden, azt mondja, nincs itt gond semmi se. Hát nem, végül is igen, tehát kurvára ég a Most, valam, ahogy mert... ezt kimondtad egyébként, szembe jött velem, mert ráfrissítettem a fácséra, amit már egyébként is csak az öreg emberek használnak, mert ezt múltkor hallottam fiataloktól, hogy azt csak idősek használják, mert fiatalok instáltak, vagy twittereznek. Nem mondom ki a cégnek a nevét, de likvidet lehet rendelni náluk, és ugye, amit Éron uh, kifakat rajta, hogy letiltották a reklámozását annó az ABL-nek, mi egyfolytában szenvedünk azzal, hogy nem tudunk ö, embereket megszólítani, mert nem lehet promótálni olyan bejegyzést, aminek köze van ehhez. És ez az meg ez, hogy likvidet tudok rendelni helyi vállalkozástól, ez följöhet, az meg javasolt oldalként. Hát menj már a picsába! Hát ez korok jó, és ez és ez a mert. Is. igen. Mert én meg pont most próbálok Facebook kampányt indítani, ahányat indítok, annyit dobnak vissza. Igen. Illetve hát elfogadják, és utána 10 perc múlva jön a ízé, hogy piros mégis. Igen. Aha, igen. Fasza. És most variálok, hogy a szövegben mi legyen, a képen mi legyen. Egyszer azért dobták vissza, hogy túl sok a szöveg a képen. Én még ilyet nem is láttam. Ugye, ilyet. nekem volt olyan kampányom egy másik oldalra kapcsolatban, hogy nem volt kedvem saját képeket, válasszak a Facebooknak a, a stock galériájából. És beírtam a keresőszót, földobott egy csomót, és ugye kuponokat reklámoztam, és földobott egy csomót, ott ilyen kuponok voltak, és kupon, 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 mindenhol kupon szöveg volt. A saj még egyszer mondom, ez a Facebook saját fotója. Rákattintottam, föltöltötte, elfogadták, 10 perc múlva jön. Nem megfelelő a hirdetés, túl sok rajta a szöveg. Mi van? Hát baszódj meg a te képed. Mit érdekel engem? Rohadjon meg. Na. Úgyhogy igen, Ihetetlen. igen. Tehát szembe jönnek velem ezek úgy, hogy tényleg csak, csak mint a Hú, szógy, hogy pedig ezek még még ma este kifelmedek. elvicceskedek vele, tehát így próbálom minimalizálni a dolgokat, hát ha Hát, ha fizethetek a Facebooknak, tehát tényleg ez, ez valami hihetetlen, komolyan. Na mindegy. Nem is uh, érdekes annyira. Mint a bosz körül kialakult uh, aminek a gyújtópontjában szeretett Rackó a uh, van, aki innen is. Uh, üdvözlünk, mint, nem is tudom mi ez, próbakamionos, vagy <kül> hát segédpilóta, vagy... Ős, ős trollnak hívnám, de jó, akkor maradjunk <laughs> a kamionosnak, az, az PC. PC, így van. Kamionos, és ugye föl, föl, egyébként kvázi, tudod, én mindenkinek igazat adok, tehát azt mondom, hogy az Attila jogosan mondta, az csak hülyeséget beszélt, tehát egyrészt a az összes arománk az gyakorlatilag, ha eddig 3%-ba használtad, akkor most 6 fogod. Ez a, a, változás lényege. Tehát nem, nem háromszor annyiba kerül, mint amennyibe került eddig. Ugye a másik meg az, hogy eddig volt túl olcsó. Tehát <kül> Így most, hogy beálltam az, az üzem, megjöttek a könyvelési adatok, sállalá, és volt egy, egy igény arra, hogy hát én nem akarok számolni, én 10%-ot akarok belerakni. Nem, ez, igen, aki ezt mondja, az nem az, hogy nem akar, hanem nem tud. Így van. Ú, és... És akkor így eldöntöttük, hogy üzletileg is, és egyébként is azt kell csinálnunk, hogy, hogy gyakorlatilag 50% PG-hez 50%. Mert hogy ezek az aromák azért azt mindenki látta, érezte, értette, hogy ezek az, az, ez, ezek az aromák nem, nem az otthon készült aromák. És mondjuk nem akarok itt ilyen nagy nevekkel dobálozni, de ha végignézel a piacon, azért mindenki ezt a 10%-ot kezdte belőni. Magának kurva ritkán látok olyan aromát, hogy vigyázz, vigyázz, ez csak 3%-ba uh, szabad használni. Illetve szinte nem is uh, uh, találok. És uh, dobozt kapott, uh, uh, a gyártás, a sat, tehát egy csomó költség rakódott rá, és gyakorlatilag eddig olyan áron árultuk, ami hát nem mondom, hogy nulla forint, de mondjuk 10 forintot kerestünk a webshopon keresztüli értékesítése. A nagykeres értékesítésünk meg abszolút bukta volt. És a, a neked, amikor árat kell képezned, akkor úgy kell felépítened az ástruktúrát, hogy van egy termelőjárad, van egy nagykereskedői árad, és van egy, egy kiskereskedelmi árad. És el kell, hogy férjévele úgy, hogy a nagykereskedő is megvegye tőled, és, és árulja, és a, a kiskereskedésben szinte mindenhol ugyanannyiért kapjad, mert, mert akkor az ár is rajta, hogy, hogy, ezen megéri árulni. Tehát egy, egy ilyen árképzés azért nem úgy van, hogy ó, oh, bazd meg rárakok 20%-ot, azt jó van, hanem hogy végig kell számolni ezeket a, a, lépcsőket. És aki nem így csinálja, az meg hülye, vagy nem tudom, otthon kutyvaszt, és, és nem, nem, érzi a piacot, vagy nem tudja, hogy, hogy hogy, kell egy, egyáltalán egy, egy piacra vinni a termékét. Na, úgyhogy én tényleg nem mentegetőzni akarok ezzel az egésszel, de, de Sajnos a Roma Fronton uh, aláraztuk a termékeinket. Úgyhogy most Erre vegyék. csak megint Lackó Attila tudnám idézni, hogy aki magyarázkodik, az már mentegetőzik. Azt az mondtam múltkor. Én hozzáfűzném a saját magam gondolatát. Az egyik az az, hogy a 3 VS 10% én úgy gondolom, hogy ha valaki annyira nem rutinos a méricskélésben és akkor ezt most levezetjük matematikailag, ha valamiben 3% kell, akkor a másik 97% nem ez, nem aroma. De ha a 97-ed az, az, az nem 97, hanem csak 95, vagy a 3%-od nem 3, hanem 5, akkor ott azért az nagyon tud mozogni, hogy hogy azt mond utána, hogy ez szar volt az aroma, ízetlen, vagy túl aromázott, vagy vagy valami. A 10% kal ellentétben, hiszen ott, ott ugye nagyobb az aromának az, a, a, az aránya, hogyha a 10-ből lesz véletlen kilenc és fél vagy és fél, akkor ott a a tízhez képest kicsi a mozgás. Kicsi így van. A tehát... háromnál az csak kettő és fél, az a kettő és fél az már több mint a 10%-a? Most hirtelen? Hát épp a, a, több, több, több. Igen, több, több, egész 0,5. Több. Tehát, több. tehát ott már azért ö, a, ugyanaz a kicsi hiba, a sokkal nagyobb, vagy ö, sokkal hirtelenebb érződik, mondjuk. A másik pedig ez az árképzés, hogy ö, amit te mondtál, be kell lőni, igen, hogy, hogy ö, kis kérna, a nagyker, pont lefossák a júzerek, a, a hogy a nagykerrel most mi a tök van de hogy be kell lőni a másik, a versenytárs árához képest is. Hiszen, nem mondunk neveket, de de el van száva az a paraszt, mi a faszom adja ennyiért, otthon keverek ilyen Málnár, meg. Nem sikerült még senkinek, de mindegy. Otthon keverek ilyen Málnár, meg, azt miért adja két millió forintért, hallod a száz millit, faszom. Ö... nem jó, ha drága, nem jó, ha olcsó. Ha drága, nem veszik. Ha olcsó, biztos azért olcsó, mert szar de, de akkor jön be a képbe, hogy, hogy az ember, a vásárló, mondjuk készlikvidről beszélek, ott áll benne a trafikban, és meglátja fönt a, a trafikos pultban az egyik likvid mondjuk, nem tudom mennyi, sose voltam benne, 1500 forint, a másik 1000, vagy legyen 1003. És akkor azt mondja, hogy 1500 VS 1003, az 200, akkor ha hat olcsóbbat veszek, akkor az már egy palacknyi spórolás. A drágábbikhoz képest. Tehát nehéz. nehéz Na ezt, mondjuk ezt, ezt ezt kurvára nem értem, és ezt már több adásban kifejtettük, hogy ugyebár a nikotinmentes likvidek olcsóbbak, azt is tudjuk, hogy mennyivel, 550 forint a jövedéki adó rajta, tehát pont annyivel olcsóbb, ugyanannak a likvidnek a mentes változata. Mi a büdös picsájé nem vesz kettő mentest, egy 18-ast, és lesz neki 30 milli hatosa, mondjuk egy jobb minőségűből, mint hogy egy szarabbó megveszi a 3 18-as drágábban. Tehát, hogy, hogy így a matematikának erre a, a szintjére már kurva nehéz föllépni. Érted? És Annyi meg azért nem egy bonyolult fi dologról beszélünk. Fifika, foglaló, ennyi. <laughs> Ugyanezekkel az embereket találkozunk ott is, H2BO3. Igen, igen, igen. Tehát ezt, ezt, így pusztuljak meg, hogyha ha ezt meg fogom érteni bármikor is, és nézed a, a havi fogyásodat, és látod, hogy a nullás uh, és a 18-asból kevesebb fogy, mint a 6-os 12-esből. Holott igazából, hogyha ha gondolkoznak az emberek, akkor a nullásból és a 18-asból kéne a legtöbbet eladni. De nem, 6-os, 12-est viszik, főleg a 6-ost egyébként, holott 0-18-a olcsóbban meg tudná oldani. De nem. Nem. Egyébként itt, itt jön be a, a trafikot hozzá nem értése többek között. Mert, mert ha a trafikos súgna ott helybe, hogy te figyelj, vigyél két nullást, egy tizennyolcast, összeöntöd, és akkor nézd meg a három hatosnak ennyi az ára, ennek meg ennyi, és akkor mindjárt megspórolta 1100 forintot így első nekifutásra, akkor lehet, hogy, hogy el tudná adni. De így nem. Tehát, ja miért, hatos kepiros marbor, oké, okay. és ezt odaadja, kész, ennyi. Na úgyhogy óriási hiányosságok vannak ezen a területen, és, és, és ezen is kéne valahogy javítanunk. Mármint a, a tudom, most biztos, hogy én, én leszek a, sz, a, a szaros nem, péniszű. Te, nem, te leszel a szar, szemét szaralak, aki itt fütyörészik a nemzeti nagyjaink között. Igen, <laughs> igen, igen. De de én azt gondolom, hogy hogy, hogy javítanunk kéne azért ezen a nívón, bár ugye akik hallgatnak, azok nem járnak trafikba. Én Hova javítsunk, a nívón, amikor még a weboldalon is a, a wiki, a leírások, az anyámkények, mindenek ott vannak, tehát eléjük van tolva, az okosodásnak a, az alapja szerintem. Hát igen, csak, uh, Charlie azért gondold végig, hogy ez egy, uh, ez egy olyan zárt kör, amelyiknek, és ezt, ezt uh, amikor a törvénytervezetről beszéltünk jó pár podcasten keresztül, ezt többször elmondtam, hogy senki ne gondolja azt, hogy a trafikok két kézzel kapkodtak az e-cigaretta után. Tehát ez annyira hiányzott nekik, mint. Uh, mint <laughs> Igen, egyáltalán nem. Ez tényleg nekik csak egy plusz munka, egy teher, egy, egy ízék, tisztelet egy-két kivételnek, ahol ahol volt arra igény lehetőség, hogy legalább valamilyen szakembert állítsanak a pult megé. Vagy esetleg maga a trafikos is e cigarettázott, és tudta, hogy ebbe van potenciál. De egyébként a, a dohányboltok most mondok valamit, 90 ában kurvára nem érdekel ez senkit. Hát ez a plusz komissiózni való náluk, tudod, ó, oh, francba. Bazza. És azért, hogyha végig gondolod, hogy egy, egy, egy likvid márkából tíz, legalább tíz íz, négyféle erősség, hogy, hogy azok mit szentségelnek, érted? Tudod, mert cigiből, tudja, hogy hát boróból van, nem tudom én, ezt nem kellett volna mondani, na mindegy. Uh, itt ebből van kétféle, abból csak olyan van, kész, meg kérik. Tehát mondják, hogy hát én zöld, mondjuk majd, ha megjön az egységes csomagolás, nem tudom, mit mondanak, de már láttam egységes csomagolást, Charlie. Kérek, egy, kérek egy zöld borót. Melyiket? azt a barnátot, mi! <laughs> zseniális baszki, zseniális, tehát ezt a, ez, a, ez a fostalicska fostalicska zöld Liba uh, fos. csomagolás, Liba fos. és uh, mondjuk mondjuk egy olyan cigarettamárkát, ami nem létezik, a, a kék kakuk nevű cigaretta, és bazd meg betűvel rá van írva kék kakuk. Tehát <laughs> hagyom, hogy így lecsapódjon benned ez az Igen, élmény, a, 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 Ha jól emlékszem, rég volt már, de talán még a, a, a tipónak sem. Tehát az is egy Betűnek, mindennek, méretre, kopra ugyanannak kell. Tehát ugyanúgy néznek ki a dobozok, tehát ennek gondolom egyébként, akik, akik rakják össze az árut, meg komissióznak, azok hú, külön hú, örülnek ennek. Félhományban ne pakolják a cigarettát a kamionban, mert be fogod szokni. Brutális. És egyébként az a szomorú, hogy, hogy egyszer csak okosaink azt fogják mondani, hogy hát akkor kiterjesztjük a likvidekre is. Igen. És akkor vissza lehet kérni majd a a grafikusnak a munkadéját. Ja. Ami ö, nem ez a téma, hanem visszakanyarodunk kicsit a, a, az előző ö, adáshoz, nem adás, de adás volt, abban említettük meg végül is ezt a ezt a francia csodát, ezt a Walking the a ja, igen, igen, és még kértünk hozzá a véleményt is. Igen, olyan. a véleményekből, nem is csemegézni, nem sok vélemény jött. Beleolvasnám az összesbe. A név nélkül persze. A vége kicsi, eltúzottan teátrális, de amúgy oké. Okay. Következő. A kivitelezés technikailag nagyon profi, amúgy meg vérszegény, populár, gagyi. Egy sutkának elmegy. Fifika utolsó vanker üzenete ütősebb, szóval nem minden a technika, kérem. Arra írtam be, hogy 65 ezer euró, annyit írt rá, kidobott pénz. Igen. Az egyik Patreonunk egyébként annyit írt rá, hogy az a vanker bunker sorozat adta az utolsó löketet, hogy belépjek a villany párába, Isten király. Köszönjük szépen. Következő komment, hatásvadász, de azért ne felejtsük el, hogy az ügyközös zsebzsöten ennyit tudnék még hozzáfűzni. Erre írta, aki a kidobott pénzt írta, hogy a hatásvadász, az impulzív, impulzuscentrikus, és a gagyi, az külön kategória. Ehm, másik Patreon, 550-ig megvett, látvány, hangulat, kicsit hollywoodi, túlfolytló fide, egész jó, onnantól kiábrándítóan gagyiba fullad, mint egy agyon effektezett animált gif szent kép. <laughs> Másrészt nem ismerem a kiírás pontosan, de mintha a helyi viszonyokról kellett volna szólni a dokumentumfilmesen. Ezeknek a szempontoknak akkor felelne meg kb. ha nem Franciaországból, hanem a Marvel Universe-ből pályáznak fel. <laughs> jó, azt írják. Ott a pont, ott is. Én 30, na jó, 40 másodperc alatt untam meg ezt a szar, de hőségesen végignéztem, hogy véleményt tudjak alkotni róla beírtam rá, hogy a feleségem két perc után állt fel, amire azt kaptam vissza, hogy a párom egy hős. Hős, igen, 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 igen. És különben is, mennyi ment ebből a pénzből csigára? A Cigler Ferink azt mondja, hogy a Negan ötlet miatt nem tetszik, ezölte meg számomra a Walking dead is, mert hogy Negan megjelenése után nagyon leesett a színvonal lényegében számomra nézhetetlen volt. Um, másik ember írta, a minőség 5 sztori 1. Hát az három. Tehát, hogyha így, így összeadjuk a kettőt, és átlagolunk. Ami nekem feltűnt, meg másnak is, hát én bedobtam a, bedobtam a, a Google Translate-be, tehát franc, ez esélyed nincs, hogy szófoszlányokat is felismerje belőle, Google Translate, és és volt, aki szóvá tette, nem tudom, ezt mondtam el az előző adásban, hogy, hogy erősen mentek ám ott a kommenteknek a, a... Hogy mondják ezt a... Tudod, mikor moderálása. Tehát ami nem pozitív volt, ja, hogy ki, ki a picsába. Aha, aha. Én, én, azt éreztem egyébként már ott ö, Varsóba is, hogy, ö, hogy ők egy ilyen ö, Hát nem tudom, van az a nagyon régi történet, hogy a, az első verses kötetét uh, uh, kurva nehezen és nagyon keményen uh, uh, kiadatta egy uh, költőcske, és uh, aztán mondta este Gyuri bácsinak a faluban, hogy Gyuri bácsi, este kievezünk a Balaton közepére. És kieveztek, levetett a cipőjét, és azt mondja, na most akkor ezt is megpróbálom, és elmerült a bolatomba, tehát nem tudta vízen járni. Tehát, hogy, hogy, az a fajta erőszakosságot látok ez mögött az egész mögött, mintha egy kicsit a, hogy is mondjam, az a sértettség beszélne belőlük, hogy ők aztán mekkorát alkottak. Én most végignéztem a Google translate verzióval is, tehát nem, nem szarra gurigázok, tehát én már kétszer végignéztem ezt a filmet. És, és, én valahol ott az első hozzászól, tehát nézed, nézed, és így, így reménykedsz, hogy, hogy ebből valami jó sül ki. De ez a jobbra pára, balra párán át öli meg benned az utolsó reményt, érted? Amúgy, amúgy, szerintem ez, ez úgy indult, hogy, Tudod, valami Walking Dead rajongó ezt megnézte, Ú, ebből az megcsinálunk egy ilyen izét. És így megvolt az ötlet, és nem tudtak vele mit kezdeni. És kurva sok pénzt beletettek, és tényleg profi volt minden a díszlet, a, a jelmez, a, a videográfika, a minden az ég, adta csak egy szar kivitelezése. Nem, tényleg nem, nem tudok rá, nem, nem mit euh, mondani, hogy ha, emlékszel rá, és még azt hiszem ott a vetítésen mondtam neked, a, a radioaktívból csináltak egy ilyen véperaktív, vagy valami nem tudom én mi volt a, a zene, amit a, a, ből csináltak egy videóklippet, az százszor külön volt, és szerintem ötödében nem került ennek az egésznek. Azt nézem, 30% körül van a dislike. Az sok. sok. Az kurvasok. Valószínűleg a dislike nem tudja moderálni. Nem. nem. Meg, amit néztem, hogy képzett van már neki valami, nem neki, hanem élő közvetítésben volt valami 1 óra 17 perces review erről a movie-ról csak attól félek, hogy, hogy ez is francia, mert petition, et consultation, vagy nem tudom én, hogy mondják Aha. ezek. Konzultáción, vagy... Konzultáción. <laughs> <laughs> De, ja. Jó, hát már sokkal többet beszéltünk róla, mint amit... Megérdemel. Uh, hát nem is megérdemel, hanem mint a, a, <laughs> egyébként a rendezővel ott találkoztam, és, és tényleg ez a, nem is, tudod, ez a úgy jövök meg, hogy várom, hogy bemutassanak. ugye emlékszel, hogy ment oda, és így hogy várom, hogy bemutassanak, mert ezt, ezt, én csináltam. Én. Picit úgy így fenn a fej, lefele nézek, és hú, nem. Tehát tényleg olyan... Emlékszel salános... rá, hogy, hogy, hogy ott hangzott el kérdés, és, 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 és én, már akkor mondtam, hogy ezek beépített emberek, bakker. Tehát... <coughs> tudod, már úgy készültek, hogy beültek, és volt kint ember, aki ha nem kérdezsek, ki, akkor majd ők kérdeznek, hogy nehogy ö, ö, probléma legyen velük. Szóval nekem ez a mest, ez a legjobb szóra, ez a mesterkéltség az, ami ö, kiverte gyakorlatilag a biztosítékot. Mert azt hiszem minden filmet végbeszéltünk, tehát még a kisrácfilm is kurva jó volt. Lehet, hogy technikailag szar volt, meg tényleg a basszusokkal egy picit elszállt a gyerek. De, de, ez, de, ez de soksor... nem volt És Sokszor elmondták. Tök életszagú volt. De, de föl vagyok iratkozva nagyon-nagyon sok szinematografer, meg, meg audio-mastering témára, és, és mindegyik elmondja, hogy gyerekek telefonnal, bár, egy GoPro-val lehet olyat rögzíteni, hogy, és ez, ez nagyon csalóka egyébként és ezért csináljuk mi is, hogy most még nem, de esküszöm akarni, és föl fogom furni, és be lesz rendezve egy hónapon belül, remélem, a szoba, hogy nem hiszitek el, de a videó legfontosabb összetevője a hang. Youtube-on is, mindenhol. Tehát, ha nincs ötlet, ha, ha nincs storyboard, ha nincsen mögötte semmi, akkor kurva nehéz eladni. Itt megvolt a kép, megvolt a minőség, csak hiányzott az a, a fűszer tetejéről. Úgyhogy, úgyhogy ezért, ezért, nehéz ezt az egészet, tehát ez tényleg nem akarunk senkit, senkinek a munkáját nem akarjuk le kicsinyíteni, mert kurva profin össze lett rakva, csak pont a sztori volt szerintünk túl fenkölt, vagy lehet, hogy nem értjük meg mi ezeket a bonyolult összefüggéseket, hogy a tenyerünkkel így jön a gőz belőle is. És lehet, hogy ez a baj. Ja. Én is videózni fogok képzel, de... Mit? Hát, ezt akartam még mondani. Tudod, most már olyan vagyok, mint a Krisztián. Basszus, ezt akartam még mondani. Hát, perendeltem egy halom készüléket. És. Cifika, most. állj meg! Én is berendeltem egy halommal. De és most, már, és most már egy hete uh, gyakorlatilag nem volt normális készülék a kezembe, mert ilyen három-négy podot mindig tud így összeválogatok, hogy ma ezt fogom szívni, és akkor így, így, és akkor ó, oh, tehát Plusz ugye mondtam neked Pósta vám szakosztálya meg, megfogta az egyik uh, csomagomat én baromi gyorsan válaszoltam mindent mellé tettem, remélem uh, nem jártam még így tehát fogalmam sincs, hogy a a Póstánál ez a vámkezelés hogy megy, ugye DHL, a TNT Igazából csak a izékel nekik a, a, a Paypal-lal fizettél akkor a Paypal-os Nem, bankkártyával ki... fizettem, tehát küldtem hát akkor a bankszámlat Hát a és ennyi Így van meg a számla számlakivonatot plusz küldtem egy ilyen, tudod, képernyő képet a megrendelés állapota című részről, és ott, ott, vannak a, a készülék, fotók, árak, szállítási díj, minden szírszar. Plusz kitöltöttem ugye ezt a vámnyilatkozatot, és kértem, hogy ők végezzék el a vámeliást. Három készülék egyébként ilyen 100 dollár nagyságrendben, tehát nem a világ vége. Hát ez az lesz, uh, de kíván Három hét. Nem mondod? De. de. Nem a posta Mondtok. részéről, hanem a, a vámeliállítás után 30 napjuk van rá. Örülj neki, hogyha három héten belül végeznek. Jézusom. Mert akkor is megcsinálják ezt, hogyha tudod, ez a nem szólnak róla, csak vám elé állítják, meg kiszedik, és, és akkor a vám ül rajta mondjuk két-három hetet. Na most a tied meg kiletszedve, le lesz vámolva. Ah, szép kálvária, szép kálvária. De mi lenne, ha fölhoznád a zakómat bazd meg az ingeimmel, följönnél a podjaiddal, és csinálnánk egy pod. közös videót. Csinálnánk egy pod podcast <laughs> Igen, podcastben podtest. Vagy valami hasonló, mert akkor, hát én rendeltem nem sokat, tehát én mondtam a kínainak, hogy tudod, azt a smoke van az a nagy, olyan, mint a Lamborghini embléma, az a, mint egy ilyen nagy szín. Szerintem, egyeztessünk, mert szerintem nem, nem, egy, hál' Istennek azt gondolom, nem egy formákat rendeltünk. Vaporesso Nexus. Uh, várjál, várjál, várjál. Gear best! Beírjuk, hogy Vaporesso Vapore Nexus, Nexus határeset. De tudod mit? Hát te, oh. Bakker, megnézed a megrendeléseidet. Tudod, hogy nekem a megrendeléseim nem úgy mennek. Uh. Oh, yeah. Smok Oda podmod. Prince, nem, a Prince az más. Mindegy, ne húzzuk az időt, ezt majd adásra Biztos vagyok benne, hogy hogy vannak eltérő készülékeink. Uh, Aspire Breeze, uh, aztán uh, valami nagyon jó pofa Marokmodot is uh, rendeltem, ami nagyon picike. Tehát így néztem, ilyen 1000-1100 per alattiak uh, legyenek, de ne annyira pálcika. És uh, például a, a vaporesz, szóval én baromira elégedett vagyok, szerintem kurva jó, és képzeld el, még ilyet nem láttam potba, hogy lenyomott uh, bekapcsoló gomb, ugye ez egy automata egyébként, uh, és a bekikapcsoló gombot, ha lenyomva tartod, akkor így változtatja a színét, és 8, 10, 12 watt Bocs. Igen. tehát Na, uh, azt mondja, hogy rendeltem egy vígodot, aztán egy, igen, smoke roló badge. Nem, nem, tehát ed ed eddig okék okay vagyunk, nincs egyforma. forma. Várjá, nézem, hogy az melyik, szerintem ez a szappantartó. Igen, igen, a szappantartó, aztán uh, drop. Uh, azt rendeltem én is, az, az van most vám előtt. Fuck this. 30 valahány dollár volt. Igen, az nekem nagyon <tört> tetszik, ilyen kis csepp alakú anyám kínja, az enyém a kék, mert végül is az volt. Vagyis bocsánat, Tiffany Blue. Ó, oh, bocs. Uh, igen, a többi nem az, mert úgy rendeltem, hogy ezekhez rendeltem még cartridge is, hogy, hogy legyen szétszedni való, megtesztelni való. Na, úgyhogy ez a kettő, tehát ez a Smoke ami akkor ugye neked a vám előtt van, vagy a Suorin Drop? A Suorin az... Drop. Te gyakorlatilag... én még rendeltem az iShare uh, Starter kitet, amiben kettő darab ilyen USB, de nem, nem viccelek, USB kulcsméretű méretű i van. Kettő darab. És baromi szép uh, gőze van a méretéhez képest. És egy tudod, ez a, ami már tök kiment a divatból, hogy van egy tartó, 180 mA a, cucc, belerakod és tölti. És az egésznek olyan feelingje van, mint egy cigis doboz. Marha jó egyébként. Azért tetszett nekem a szórin egyébként, mert mintha egy picit hosszabb lenne a, a szopókája, mint a a mostaninak, de nagyon-nagyon kérem, hogy a zakó csik zsebébe, ragmábe, azt a 20-as erősségű legvidet, Na, mert nagyon... amit, én, amit én ilyen pici boxot rendeltem, az az Anler Nano 1.0 kit. Micsoda? Anler? Anler Nano. Anler két r Nano. Ja, akkor azért nem találtam. két r Anler Nano. Mi a franc van? várja betűz már. Aladár, Nándor, László. Nándor, uh, Liza, Elemér, Robert Robert Hát, nekem nem adja föl tehát Van, van Aladár... pipa, pipa, értem, van pipa, pipa, meg egy ö, ez egy Icos-szerű valami. Beszarok egyébként, ott még a hőmérsékletet is tudod állítani. Ezt nézted? Nem. Aller Oven Cigarette Herb Vaporizer, és és uh, ugyanilyen. Ugye cig... csak betettem a show notesba. Charging USB, Special Heating Way, Easy Operate and Carry. Ne. Ja és a, a Vaporazzo Nexus, amit ha. nem értek, tehát azt, azt fúra ki kell tárgyalnunk érzékeli az alacsony likvid szintet. Hm? A tetején az anlernek az, az, az vajon mi? Az most egy, egy... Néztem ezt én is, igen. Kurva jó, hogy ráraknak, rá, rá egy kezet, és végképp nem tudod a képről megállapítani, hogy mekkora a tetején, az az. a tetején az csak egy, egy hüvely, amit lehúzol, és alatta van a Vagy a még szíplak. az a levegőt állítasz és plusz oldal az oldal gyűrűn nem, tudod nem. állítani a levegőt. Nem. Ez ugyanolyan euh, likvidbe rakós mint a, az Ego. jó. Igen, 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 igen. És ott van hogy er picike. Adjusztor, érted, adjusztor. Adjusztor. De van rajta mindegy. Tehát csutora kupak. Csináljunk egy pod podcastet. Figyelj, a legnagyobb az lenne, hogyha kedden lenne. Podcast Vagy valami, még jobban ki tudnánk facsarni a dolgot. Ja, 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 csináljunk, hozzuk össze. És ö, megmutatjuk akkor az alternatív ö, egészségmegőrzés legfrissebb szelének hozadékát. Zseniális eszközeit. Zsebzsötem cuccok. Igen. Szerintem cipzározzuk be az ajtót. Oké. Okay szúnyogháló on, ajtó off. <laughs> És akkor <laughs> találkozunk jövő héten. Ez a 195. adás volt, csak mondom neked, hogy vészesen Úristen, a úristen, úristen, úristen. Na, mindegy. Jövő héten most toltam magam előtt ezt a laptop vívést, mert ugye hát időm volt meghalni se, valami majd lesz, vagy nem de ha nem beszélünk, akkor, akkor jövő héten is adás, aztán, aztán akkor tovább tárgyaljuk a, a témát. A, azt ne felejtsem el, hogy azok a patreonok, akik a megfelelő tierben vannak, hogy ilyen búzi szavakkal dobálózzunk, azok olvassák már a legutolsó bejegyzést majd, mert hiszen nekik, nekik belengedtük, ugye, hogy, hogy abban a, abban a sávban ugye egy félórás kötetlen beszélgetésben tudnak velünk beszélgetni. Ja most azt találtam ki, hogy csináljunk akkor egy ilyen Patreonos live-ot, mármint ilyen Google Hangout-tal vagy miatt túróval nincsenek. teljesen, Sokan, és akkor, is teljesen jó. És akkor ott, 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 ott úgy tudnátok kérdezni, kedves tier 10 dollár Patreonok, hogy hogy nem ilyeneket, hogy, hogy, mit tudom is én most mit szívsz, meg holnap mit fog szívni, hanem hogy hogy készül az adás, mikor ültök le, milyen kazánt ajánlanátok. Szerintetek miért jobb a pod, mint egy ilyen baszom nagy kétaksis mod? Meg ilyen kérdéseket, és akkor ott el tudnánk ilyenekről beszélgetni. Tehát ha, ha ez bejön, vagy, vagy, vagy látjuk értelmét, akkor lehet, hogy havonta egyszer tudnánk egy ilyet csinálni az épp aktuális emberkéknek összerángatni egy ilyen zárt körű én, 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 azt gondolom, Csárli, hogy ez nem, nem rajtunk fog Azért mondom, tehát múlni. hogyha van rá érdeklődés a megfelelő ö, csoportban az emberek között, akkor, akkor szerintem mi nem vagyunk semmi jónak az elrontói, tehát Egyrészt, másrészt meg, meg jó kis feedback ez nekünk is. Hogy úgy mondjam. igen Úgyhogy köszönjük szépen, hogy végighallgattátok ezt az adást, igyekszünk uh, tényleg uh, kitenni ezt egy-két napon belül, de mikor már kim van, akkor, tehát mikor halljátok, akkor már kint van, csak mondom, hogy most letesszük a lantot, és onnan még egy-két nap éppen a munkánktól függően, hogy hogy, hogy sikerül ezeket kirakni, de igyekszünk, úgyhogy uh, kitartás. Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok! Úgy is mondhatnám, Kitartás éjjel üvegszálasi. Sziasztok!